Tisztelettel és szeretettel köszöntöm elsősorban a cserepessori piac munkanélkülivé vált kereskedőit, munkatársait és azokat, akik ma vásárolni indultak a cserepessori piacra, de ott zárt kapukat találtak. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A Hungária Televízió Para stúdiója most egy nagyon-nagyon aktuális ügyben ült össze. Gondolom, hogy a kedves nézőknek nem kell elmondanom azt, ami borzolja most az idegeket Szegeden, de talán az egész országban is, hogy egy önkormányzati képviselő napokkal ezelőtt eltűnt, majd megkerült, és nagyon-nagyon kínos helyzetben találták, ráadásul ebben a hihetetlen hideg időben lemeztelenítve. Ez egy olyan történet, ami úgy gondolom, hogy egy normális országban nem történhetne meg, és most direkt szándékosan nem is normális demokráciát mondok, hanem egy normális országot, hiszen mindannyian tudjuk, hogy reklámdemokrácia működik a világ nagy részében. De ez, ami most történt, ez minden határt átlépett, és úgy gondolom, hogy itt most oldalaktól függetlenül, mindenféle elképzelésektől függetlenül ki kell állnunk amellett az ember mellett, akivel ez a szörnyűség megtörtént. Én a szegedi közösség nevében, hiszen itt most szegedi polgárok ülnek, mindannyian szegediek vagyunk, akik nagyon szeretjük a városunkat, és nagyon ki is szoktunk állni ezért a városért. Pártállástól és minden egyébtől mástól függetlenül ülünk itt, ahogy meghallottuk, hogy mi történt Bálinttal, Szabó Bálinttal, és azt szeretném kifejezni, így közösségileg, hogy Bálint, veled vagyunk, történjen bármi, és kiállunk melletted, és hisszük azt, hogy ami most veled történt, ez soha többet nem fog megtörténni. Amit Szegeden történik, egy meglehetősen furcsa helyzet, hiszen Szeged a baloldal egyik fellegvárává vált. Mi, hogyha oldalakról beszélünk, mi jobboldaliak, mi azt gondoljuk, hogy nem lehet semmiféle oldal szerint azokat a dolgokat megtenni, amiket megtesz a városvezetés. Hiszünk abban, hogy döntő változás fog bekövetkezni rövidesen, immáron oldalaktól függetlenül, és bízunk benne, hogy ezek az események, amik az elmúlt napokban borzolták Szeged kedélyeit, soha többet nem történhetnek meg. Azt hiszem, hogy ebben egyetérthetünk. Bálint, veled vagyunk. Mindannyian. Mindannyian Bálint, veled vagyunk. Bálint, veled vagyunk. Jobbulást, Bálint.